Kedves testvérek, a hiszek egy és a mise kapcsolatáról szeretnék beszélni, pontosabban nem két szövegnek a kapcsolatáról, hanem a hitvallásban felsorolt isteni nagy cselekvések a szentmisében mind találkoznak, kivétel nélkül. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, tehát a Szent Misel, sose felejtsük el, hogy az egy és egyetlen Istennek a kultusza. Még az Úr Jézus sem szólítjuk meg a misébe, az egy későbbi dolog. Nemhogy a szenteket. Az a szó, hogy Deus qui, Isten aki, minden könyörgés így kezdődik, az a mennyei Atya. Elmondjuk a kéréseinket, ami úrunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké, amen. Ez a létezésnek a szerkezete. Testvérek, Isten itt kapja meg azt a végső imádást, amit az ember önmagától képtelen lenne megadni. A megtestesült fiú Isten által imádjuk az Atyát a Szent Lélekben. A Szent Misének a legmélyebb valósága az Isten imádása. Az Úr Jézus ebbe halt bele. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten félelméért meghallgatást talált. Mi pedig alig beszélünk az Isten félelméről, a legnagyobb ajándéka a Szent Léleknek. Annyira, hogy a második isteni személy, amennyiben ember volt, az ő szívébe is benne volt ez az Isten félelem. Természetesen mindjárt hozzátesszük, hogy Szent János azt írta az első levelébe, hogy a szeretetben nincs félelem. Igen ám, csak görögül írta, és kétféle szó van a görögben a félelemre. Itt azt mondta, hogy nincsen az Isten szeretetében phobosz, fóbia. De az eulabeia, az a megrendítő hódolat, az benne van itt a földön. Nagyon vigyázunk, a szentmise tönkre tétele, ha nincs meg benne ez a megrendítő hódolat. Az nem az ifjúság önkifejezési módja. Nagyon jól tudja ezt a Szent Atyán. Nem magunkat ünnepeljük. Az Úr Jézus keresztáldozatának az egyik leglényegesebb vonás, hogy az Atyának a világ mindenségből megadja azt a hódolatot, Isten iránti szeretet teljessége, hogy belehal abba, hogy rábízza magát. Atyám, a lehetséges múlik el tőlem a pohár. Ha nem, a templom udvaron azt mondja, akkor csak annyit kérek, hogy dicsőítsd meg a te nevedet, az Atya nevet, hogy fogadj vissza minden gyermekedet, hiszen a halálát azt értünk való áldozatként is bemutatta. És azt írja a zsidókhoz írt levél, ezt tessék nagyon jól megjegyezni, hogy Isten félelméért, vagy Isten tiszteletéért meghallgatása talált. Igen ám, csak az Úr Jézust az Atya nem úgy hallgatta meg, ahogy mi szoktuk kérni az imádságainkban. Nem az utolsó pillanat előtt, hanem az utolsó pillanat után. Engedte meghalni, és harmadnapra feltámasztotta. Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan ima meghallgatás, amit a kárhozat terhe alatt minden kereszténynek hinnie kell, hogy ez megtörtént. Most az összes többi, amit kérünk, ha úgy néz ki, hogy nem hallgatta meg, akkor is meghallgatja, mert minket is föltámaszt az utolsó napon. Mert ha csak Krisztusban, ebben az életben reménykedünk, mondja Szent Pál, akkor szerencsétlenebbek vagyunk minden embernél. Kérhetünk, és adatik nekünk. De ha nem adatik, akkor is megadatik.
akkor Isten azt adja meg a kérésünkre, hogy ezt most nem teljesíti, de üdvözít minket. Szentmise egyébként ezen a nívon van, az üdvösség egyetemes emberi történetének a szintjén, és hódolatáért, Isten félelméért meghallgatással talált. Tehát amikor bennünket gúnyolnak, hogy te annyit jársz a templomba, és mégis mennyi baj ér, akkor nem értik a mi hitünket. Mi nem azért járunk a templomba, hogy ne érjen baj, hanem azért, hogy üdvözüljünk. Hogy a halálon átmenve abba dicsőségbe jussunk, ahol Krisztus van az Atyával a Szentlélekben. Persze, ez a földön elkezdődik. Ugye, amikor azt mondja, hogy az én békémet adom nektek. Most, testvérek, nagyon jó megragadni, hogy a Szent Mise az egy és egyetlen, a Teremtő Istennek a kultusza, hogy a legnagyobb gondunkon segít Krisztus, hogy tudunk-e mi hálát adni az Atyának. Hogy tudunk-e mi teljes imádással leborulni előtte. És ez teljesíti be a kereszten, és ez megvalósul minden Szent Misében. Természetesen ezért a mi őseink az első 300 év alatt, a nagy keresztény üldözés alatt, de később is, a vasárnapi miséért meghaltak. Tehát azért végezték ki őket, mert nem voltak hajlandóak sem az államot isteníteni, sem a császárt, sem pedig más Isten nem ismertek el. Ezért végezték ki őket. Tehát az az ének, hogy Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Itt a Kyriét magyarázza a Kriste. Nem a Szent Háromságról szól, ez Krisztusról szól. Tehát Krisztus az a Kyriosz. Ő az Úr, ő az Isten. És ő hozzá kiállt a nép, és Néró kertjeiben is, amikor égtek már az oszlophoz odakötözött keresztények. Ebből élünk, hogy végbe ment az Isten imádása, hogy az Atya megkapta a teljes dicséretet és hódolatot a Szentlélekben, és mi Krisztushoz ide kapcsolódhatunk hozzá. 304 körül elkaptak egy keresztény gyülekezetet Észak-Afrikába, és halálra ítélték őket. Körülbelül 50-en voltak. Vasárnapi misén kapták őket rajta. Kérdezték a presbitert, a papot, hogy miért gyűjtötted ezeket össze, hiszen tudod, hogy a császárok, a császár és a királyok parancsolat ellen van. Azt mondja, azért, hogy nyugodtan ünnepelhessük azt, ami az Úré. Tehát a király és a császár nem Isten. A háztulajdonost is kifaggatják, egy Saturninus nevű, valószínűleg tehetősebb, gazdagabb ember. Miért fogadtad ezeket a házakba? Házadba, hogy akkor még nem volt a kereszténységnek templomai. Mert ezek az én testvéreim. És hát most tudjátok, hogy mi vár rátok. De miért jöttetek össze, amikor ez halálbüntetéssel jár a vasárnapi mise? És akkor azt mondták, sine dominico non possumus. Nehéz lefordítani. A dominicus jelenti az Úr napját, hogy az Úr napja nélkül, vasárnap nélkül mi nem tudunk élni. De jelenti a vasárnap bemutatott Szent Misét is, hogy ami az Úré, anélkül mi nem tudunk élni. Akkor inkább öljetek meg. A testvérek, akárkinek akármi a véleménye, az első mondjuk 5-6 században, aki vasárnap nem volt ott a gyülekezetben, az Istennek bemutatott krisztusi áldozatban, az nem volt keresztény. Annak egy keresztény színezetű magánfilozófiája volt, de semmi közünk hozzá, megtagadta Krisztust. A kereszténység ekkor kezdett zuhanni. Nem, hogy minél többen legyünk a templomban, nem. Aki nem hisz, aki nem tudja, hogy kicsoda Krisztus. És ezek a mi őseink azt mondják, hogy nektek ez súlyos bűnterhálat meg van parancsolva? Hát tudtok enélkül keresztény életet élni? Azt mondja Szent Ignác,
Antiochiai Szent Ignác, hogy mi a vasárnap szerint élünk, vagyis az Úr föltámadása szerint. És ebben az egészben az a csodálatos, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy állami parancs, amely tilt valamit, van egy egyházi parancs, és hát akkor mentsük a bőrünket. Ha ebbe belehallgatunk, ebbe a kijelentésbe, itt másról van szó. Ez a non possumus. Sine Dominico, vasárnap nélkül, vasárnapi mise nélkül mi nem tudunk tudnék létezni. Ebbe az van, hogy az első századokban általában felnőttek tértek meg. Na most azért egy felnőttnek a megtérése az egy megrendítő esemény. És Róma végnapjait éljük, római birodalom lezüllött. Hát körülbelül úgy, mint a mostani civilizációnk, amiben élünk, de még talán nem jutott oda. Tehát tessék elképzelni azt, hogy szexuális promiszkuitás, gyermekek megrontása, egyneműek együttélése, gyermekgyilkosság. Sose tudták, hogy a császár kinek küld egy kis jelet, hogy vagy végez magával, vagy ő végezteti ki. Teljes megromlás az emberi kapcsolatoknak. Úgyhogy szó szerint a rómaiak, a nemesebb pogányok kiköltöztek a Róma melletti dombokra, a villájukba is ott maradtak, mert hány inger volt a városba lenni. Tehát amikor azt mondja, és amikor megismerték Krisztust, hát van ilyen, hogy egy férfi és egy nő hűséges szerelme, hogy örök élet van, hogy a holtak föltámadása van, nem csak az a bizonytalan lelki mászkálása túlvilágba, kinek kell az. Tehát amikor megismerkedtek, vagy akár egy Szent Pálnak a szeretet himnuszával testvérek, akkor azért az fogalmazódott meg bennük, hogy mi abba a posványba vissza nem megyünk, akkor öljetek meg. Tehát a vasárnapi misével szembe nem egy állami parancs állt, hanem egy értelmetlen élet, egy értelmes élettel áll szembe. Aki megújítja a vasárnapi misét, de úgy, hogy papként is teljesen újjászületik. A hívek is, hogy nem dolgoznak, hogy ünnepelnek, ha kell, akkor 2 óráig tart a szertartás. Szinte abba fáradjunk ki. Délután együtt ül a család, nézi a világot. Testvérek, megújulna a kereszténység. A Szentatyánk ezt nagyon tudja. Nem engedi a misét lerontani. Az nem a mi ünneplésünk, nem önkifejezés, hanem az Isten fiának az áldozata, elsősorban a hódolata az Atya előtt, és mi abban részt veszünk. És hát testvérek, úgy általában most jötteknek mondom, hogy a hiszek egy és a mise kapcsolatáról beszélek. A hiszek egy maga később kerül be a misébe, mert az a keresztséghez tartozik. De úgy gondolták, hogy a nagy misére be kell vonni, és az összes liturgiába bekerül, nem csak a rómaiba, mert hogy még egyszer idejárulunk az oltárhoz, szinte a keresztségnek az elhatározását, hitvallását le kell tenni, mert annak az erőterében működik, anélkül nem működik. Mert a padok se vesznek részt a misébe, és a nem hívő sem vesz részt a misébe, sőt nem is szabad neki részt venni. De itt mélyebb kapcsolat van, a hiszek egyben megvallott isteni művek jelen vannak a misében. Amikor az egy és egyetlen Isten kultusza megvalósul, akkor még itt több is van. A misében ott van a teremtés. Tegnapi beszédemben is mondtam, akkor ismeri meg valaki igazán az Istent, amikor azon elgondolkodik, hogy teremtő. Tehát ez a világ, ez nem lehet örökkévaló, mert ez is egy ellenisten lenne. Az anyag az nem létezett. Semmi sem volt. Isten önmagának elég. Nincs szüksége ránk, hogy ő boldog legyen. Mert akkor nem lenne Isten. Nincs benne hiány. Hanem azt akarja, hogy más lények is boldogok legyenek. Ez egy szabad elhatározás. És a nem létezést tudja legyőzni, és előhívja mindazt, ami van.
Na most ez az Isten cselekszik a misében, és ezért a kenyér és a bor átváltozik. Már az új teremtés van ott. Kenyér és a bornak a mélységeiben. Azt a kémia, fizika nem tudja érzékelni. Már az új világ van, amikor Isten lesz minden a mindenben. Tehát a teremtés tulajdonképpen a Szent Misében folytatódik. A föltámadt Krisztus valóságosan, teljességgel jelen van. Az anyag mélyén, az ő föltámadott testének az anyagával. Tehát egy biztos, hogy a konszekráció, az átváltoztatás, az Istennek egy teremtői aktusa. Azért a pap kéri a teremtő szent lelket, hogy változtassa át a kenyeret és a bort. Az új teremtés, a régiben. Aztán tovább azt mondjuk a hiszekegyben, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, tehát is valóságos Isten Krisztus, született, de nem teremtni, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától is emberré lett. Testvérek, a Szent Mise, illetve a liturgia, nagyon ragaszkodjunk hozzá. A Szent Atya ezért akar, hogy ne változtatgassuk, mert akkor nem értjük. Beleolvasunk teológiai elméleteket. Ezek szentek szívén keresztül szűrődött. A római mise az kész volt az első századokban lényegében. És szenteket nevelt. És milyen megdöbbentő, hogy karácsony liturgiájára megtestesülést ünnepeljük, mivé lenne szent mise nélkül? Mivé lenne konszekráció nélkül? Mivé lenne a liturgia nélkül, már a zsolozsma nélkül is, már is liturgia? Elveszne. Mint ahogyan el is veszik sokaknak az lelkébe, hiszen a karácsonykor nem csak egy születését ünnepeljük Krisztusnak, a szűztől való születését, hanem az Atyától való örök születését a Szent Háromságon belül. Ettől elszakítani karácsonyt annyi, mint egy keresztény mázú, lemázolt mítoszt, egyfajta pogány vallást hirdetni. Sok katolikusnak ez van a fejébe. Hát ott van egy távoli Isten, jó, egy Szent Háromság, aztán itt van ez a názáreti Jézus, a Jézuska, aki megszületett, de hogy mi a kettő között a különbség, vagy közösség, hogy mondja, de nem érti, azért ezt lehet érteni. Amit benne lehet érteni, azt meg kell tanulni. A hitoktatásunk rendkívüli gyönge. Ott kívülről betanult formákat kell a kisgyerek fejébe már betenni, hogy ott üljön, mint a matematikába. Egyébként nem fog, a hite összeomlik, érzelmi alapul ez csupán, amire nem sokra megyünk. Figyelj csak meg karácsony első himnuszát, a Jézus Redemptor Omnium. Világ megváltó Krisztusunk, Atya Istennek egy fia. Téged szült minden fény előtt, tehát a teremtés előtt, magából az örök Atya. Atyádnak fényes tükre, te örök reménység vagy nekünk. Szolgáid esdő énekét fogadd el, kérünk szívesen, hol van itt Betlehem, sehol. Hol van a föld, hol van a világ mindenség. Sehol. Ide emelkedik fel a karácsony. Az örök születést ünnepeljük. Mert ha Isten nem lenne Szent Háromság, akkor nem lenne karácsony. De akkor nem lenne szerelem, barátság, szeretet sem. Hogyan lehetne Isten egy személy? Az ő maga a pokol lenne neki. Persze ezt nem tudtuk volna kitalálni, de ezért törékeny mindig a zsidó hit. Mindig törékeny. És mindig kísértve van a több Isten hitre,
ami hát egy nagy tévelgés, vagy pedig arra, hogy Isten nem is személy, hanem valami sors, energia. Az emberi szellem a hitben, a vallásban ott tud megnyugodni, ha elfogadja Krisztus kinyilatkoztatását. Egy személy nem állhat fenn másik személy nélkül. Tessék elképzelni azt, hogy egy életen át egyedül van, és soha nem látott embert. Azért az ő képére vagyunk teremtve, tehát azért következtethetünk, ha ez, hogy az ő képére vagyunk teremtve, semmit sem mond, akkor semmit sem mond a Szentírás. Testvérek, azért most jutottunk el oda, ami a hitünk közepe. Szent Ferenc atyánk nem édeskés imákat mondott, hanem a liturgiából tanulta. És azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ilyen atyánk van a mennyben. Ilyen fiunk, vagy ilyen testvérünk, mint Krisztus, és ilyen jegyesünk, mint a lélek. Hát hány keresztény jut el a Szent Háromság? Ha meg oda nem jut el, akkor mitől keresztény? Ezt az örök születést ünnepeljük. Ezért testvérek, nem ért a liturgiához az, legyen még akár egyházi főember is, aki nem tudja fölfogni, hogy a Szent Atyánk mit akar. Például egy ilyesmit, hát régen az nem történhetett meg, hogy a glória helyett, ami karácsonykor megszólal, ugye adventben nincsen, nagybőjtben nincsen, az behelyettesíti karácsonyi énekkel. És hát itt jön a nagy papi találmány, ugye, Gloria in excelsis Deo. Végre magyarul is tudjuk, hogy dicsőség a magasságban Isten, mert hát ezt karácsonykor mondták, igen ám, de ez az egész Gloria in excelsis Deo, ez a nagy doxológia, ez a nagy Szent Háromság dicsőítés. Ennek annyi a köze, hogy az angyalok mondták, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében, amen. A kis doxológia, a kis Isten, kis Szent Háromság dicséret, az pedig úgy szól, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, stb. A nagy pedig ez. Na most jön a papi butaság, a mi butaságunk, hogy dicsőség mennyben az Istennek, és énekel két verszakot, mert a híveknek elég ilyen kis versikét oda nyomni, helyettesíteni be, bocsánat, amikor latinul volt a mise, akkor a papnak ez kötelező volt elmondani latinul, hogy érvényes legyen. A nép pedig, hogy valamit csináljon, hát énekelje ezeket a versszakos énekeket. De most, amikor együtt énekeljük a nagy dicsőítést, hát pontosan arról van szó, hogy most ismertük meg, hogy Isten Szent Háromság. Hogy föltépte Isten az ő szívét, és megmutatta, hogy én egy közösség vagyok. Persze elképzelhetetlen, mert azt mondja az Úr, és én az Atyában vagyok, az Atya pedig bennem. Tehát mélységes egység. De mégis más az Atya, és más a Fiú. Csak személyi különbség van, de egyetlen Istenség van. Egyetlen mindenhatóság. Egyetlen örökké valóság. Egyetlen végtelen tudás, minden tudás, de három személy birtokolja. És a három személy perikorézisben van, mondja a görög teológia, teljes egymásban levésbe. Így az emberi személyek nem tudnak ilyen közösségben lenni. Azért, majd erről lesz szó holnap, tulajdonképpen a megváltás az is, hogy közli a Szent Lelket, hogy olyan közösségben tudjunk lenni, amiről nem is álmodunk. Hogy Isten Szent Háromságos közösségébe tudjunk lenni. És ezért a karácsonyi szentmise nem azzal kezdődik, hogy menj bel az angyal. Az egy botrány, még akkor is a katedrális percben. Az egy pasztorálé. Az arra való, mivel mindenki tudja, mi is elénekeljük sümegen a mise előtt 5 perccel. Az összes verszakot. De megszólal a csengő, akkor az, ami a mise könyvben van. Ezért lehetett ma magyarul végezni a misét. Az Úr mondá néken,
én fiam vagy te, én ma szőtelek téged. Zsoltár idézett, az ősegyház ebbe fogta fel, hogy Krisztus a második isteni személy. Belehallgathatunk az atya és fiú beszélgetésébe. Szinte belehallgathatunk a Szent Háromság belső életébe. Fiam vagy te, ma szültelek téged az örökké valóságban. Mert nyilván a születés csak kép. Tehát nem azt jelenti, hogy az atya előbb volt, mint a fiú. Soha. Öröktől fogva ez viszonyt jelent. Egy személy ismeri önmagát, van magunkról egy képünk. De hát azért nem ismerjük teljesen magunkat. Ezért tökéletlen a magunkról való képünk. Isten viszont annyira tökéletesen ismeri öröktől fogva magát, hogy ez egy másik személy. És kettő egymás felé fordul, és a szeretet az nem valami, hanem az a harmadik isteni személy, a Szentlélek, aki árad közöttük. És azt akarja, hogy közöttünk is ő áradja. Ha elszakítjuk ennek a misének a mélységeitől és magasságaitól a karácsonyt, akkor megfosztottuk a tartalmától. Akkor egy pásztorjáték lesz belőle, bár a barokkor pásztorjátékai nem itt kezdődtek. Lásd, csíksomlyói pásztorjáték, hanem paradicsomjátékkal kezdődött. Úgyhogy Ádám és Éva vétkezett, hogy az egész emberiség elveszett, elszakadt Istentől. És akkor a fiú és az atya Isten beszélgetnek, hogy mit tegyünk velük. Bámulatos. A hitnek ez a mélysége. És ugyanakkor a hitnek ez a degradálódása, hogy a végül már nem lesz más, mint pásztorocska, sajtocska, öreg pásztor, aki rosszul hal, hülyéskednek ott. Szóval tessék, a másik, hogy a gyerek nem infantilis lény. Tiltakozom, mert én is voltam gyerek. Nincs gyerek mise, nincs ifjúsági mise, hanem a gyerek jelenlétére való celebráció, ünneplés, hogy ne legyen túl hosszú, hogy be legyen kapcsolva. Az ifjúság jelenlétére tekintettel levő misézés legyen, de ifjúsági mise nincs, mert az, ha szó szerint veszük, szentségtörés. Tessék elmenni az oroszokhoz, a görögökhöz. Nincs kevesebb fiatal benne. Ez a nyugati civilizáció lenézi a fiatalokat, el is mondom nekik, hogy vigyázzatok. Úgy gondolja, hogy a fia ifjúság semmi másra nem való, mint a hülye szórakozásra. Nem igaz. Ő a nagy életbe akar részt venni. És ezt veszük el tőle. Mert fáradtságosabb belevezetni a kamaszt abba, hogy mi a szent mise. De ha belevezetjük, akkor tudja. Én 20 évig tanítottam Esztergomba, és tudom, hogy milyen az ifjúság. Persze változik. Persze meg kell találni a nyelvet hozzá a predikációban, a hittanórákon. De ő a nagy életbe akar részt venni. És a testvérek, karácsony misztériumát a szentmise menti meg, mert ha nem lenne szentmisénk, hát legfeljebb még lenne egy igehirdetés, bár az igehirdetés azokban az egyházakba, ahol abban maradt a konszekrációt, nincs átváltoztatás, ott a tanítás is összezavarodik. Az a protestáns egyház, amely azt mondta Lutherral, hogy egyedül a Szentírás szövege, és nem kell a hagyomány, az ma ott tart, hogy nem tudom, svéd vagy a finnek kimondták, evangélikusoknál, hogy az egyneműek házasságát megáldják. Szeretném megkérdezni, hol van ez benne a Szent Írásban, amit istenítettetek a betűt. Ahol nem konszekrál az egyház, ahol Krisztus a kenyér és a bor színében nincs állandóan jelen, a tanítás degradálódik. Elpiszkosodik. Nem lehet fenntartani. Newman bíboros ezért anglikán pap korába katolizált. Ezt sose fogják kielverni az anglikán testvérei. Hála Istennek! A keresztség egy. De ott vannak például az unitáriusok. Hát a protestantizmus utolsó széle. Ők nem hiszik a Szent Háromságot.
ne neked Biblia. És egy zsidózó szekta, tehát a keresztelés sem érvényes. És testvérek, hát nyilvánvaló, hogy a megtestesülés és a mise között nagyon mély kapcsolat van. Például az, hogy a második isteni személy azért nem csak kirándulni jött a földre 33 évig. Igaz, hogy mi emberek megöltük. Hanem Isten Emmánuel akar lenni. Úgy ment el a mennybe menetelkor, hogy pünköstkor hatalmasabban visszajött. Pünkösdig az apostolok nem mertek volna misézni. Eszükbe se jutott, hogy mit mondott nekik az Úr az utolsó vacsorán. Akkor a Szentlélek világosította meg, hogy vegyétek kézbe a kenyeret, a bort, és mondjátok el azt, amit mondott. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szent Ferenc atyánk ezt emeli ki, hogy a szűzméhében a Szentlélek csodálatos hatására leszállt az örökig, azt mondja, nap-nap után az egyház anyának a méhébe, az egyházba, a Szentlélek erejével, a pap kezáltal leszáll az oltára. Tehát a megtestesülésnek a folytatása, hogy velünk akart lenni. Hát ezt csak nagyjából mondom, mert ez egy éves kurzusnak készült. Aztán a hiszek egy közepe. Szemberért Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, de harmadnapra föltámadt. Most testvérek, ez jelen van a misében. Nem a külső történelmi megvalósulás, hanem ennek az a belső lényeg, amit Krisztus tett. Az első korintusi levélben, 11. fejezetben Szent Pál először ír az utolsó vacsoráról. És azt mondja, az Úr Jézus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora után fogta a kehelyet, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek. Valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyben isztok, most figyeljünk, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Természetesen van rossz katolikus fordítás is, amikor nagyon akarunk egy dogmát igazolni, és úgy fordítgatjuk. Fölösleges. Van rossz protestáns fordítás is. Például itt azzal találkoztam, hogy felszólító módba írja, hogy valahányszor a kenyeret eszitek, és a kehelyben isztok, az Úr halálát hirdessétek, nem igaz. Vagyis vágjatok ki egy nagy prédikációt, az Úr vacsora meg el is maradhat. Nem. És éppen egy protestáns hitű szentírás kutatónál olvastam, hogy ez tévedés. Az Úr halálát azzal hirdetitek, hogy miséztek. Az csak átvitt értelmű, hogy oda vezetjük a szóbeli igehirdetéssel, és onnét elvezetjük az életbe. A par excellence hirdetése az Úr halálának és föltámadásának a szentségi erővel való megjelenítés. A pap erre van felszentelve. Mert az Úr Jézus halála is megjelenik. Nem a külső kivitelezése, a véres kivitelezése, mert amit elkövettek ellene, az bűn volt. Hanem amit ő belül cselekedett, hogy felajánlotta értünk. És ugyanezzel az áldozati szándékkal van jelen. Abszolút középpontja az egész keresztény életnek a Szent Mise. A hiszek egybe csak megvalljuk, de a misében itt van a rettenetes kereszthalál lényege. És a föltámadott van jelen. Ezért mondja Szent János, hogy láttam a bárányt, mint egy megölve, de él. Egyébként a jelenések könyve, a 4. fejezete az ki
fejti, vagy utal arra, hogy ez az egész könyv egy nagy misézés. Úgy fejeződik be, hogy Maranatha, mert akkor ezzel zárták a misét, jön az Úr, eljött az Úr. Jöjj, Úr Jézus! Rómában pedig item missaes lett, mert ezzel zárták a szenátus gyűlését. Tehát amikor egy állami diákonus azt mondta, hogy item missaes, felálltak a szenátorok, most amit beszéltek, az nem állami ügy. Ugyanígy item missaes, amit eddig ünnepeltük a misébe, az az egész emberiség történelem és a kozmosz értelme. Most, hogy egyénileg hogy álltatoskodtok, összejöttek imádkozni, az gyönyörű, annak csak ennek az erejében van értelme, de az más. Egyébként valaki bebizonyította, hogy aki ketten-hárman összetek az én nevemben ott vagyok, ez a misére vonatkozik, nem másra. Csak átvitt értelemben azért van közöttünk, mert megáldoztunk, mert a földkerekségén mindig fönnáll a mise szituáció. Tudjuk, az Úr nevében való összejövetel ugyanaz, mint a Szent Kenetnél. Kenjétek meg az Úr nevében. Ez az ento onomati kűriú kifejezés azt jelenti, hogy az Úr rendelte ezt az összejövetelt. Mert ő ott akar lenni. Testvérek, tehát a krédónak a közepe, az Úr Jézusnak a halála és föltámadása, az a Szent Misében tulajdonképpen jelen van. Megdöbbentő módon. Ezért például a hittanulókat sosem engedték be, hogy az egész misén részt vegyenek. Nagyon sok hibát elkövettünk a zsinat után. Nem a zsinat az oka, tessék olvasni a szövegét, nem a zsinat az oka, hanem apropó de a szöveggel kapcsolatban, amit kitaláltak egyes római monszinyórék is. Például a modern templomban összezavarják a templom szerkezetét. Ez olyan, mintha valaki összezavarná az ember csontozatát. És nem tudjuk, hogy mi a baj. Tehát, hogy ott van a előcsarnok, ott egy kapu volt, a kórus alja. Ott a meg nem kereszteltek álltak, akik majd meg akarnak keresztelkedni, és a nyilvános bűnösök. Akik vagy nagy csütörtökön, vagy nagy pénteken kaptak feloldozást. De az evangélium előtt szépen becsukták a kaput, és kihajtották őket. Ez nem rátok tartozik. Már az evangéliumot sem hallgathatták in ecclesia, a templomba. Az ott a tisztulás helye, a szakítás a gonosz lélekkel, annak ott nem ment bennünk végbe az a baj. Aki aztán megkeresztelkedett, az beléphet a hajóba. Péter hajója, Noé bárkája, a megvilágosultak, akik már meg vannak keresztelve. És itt megint egy rács volt, amit nem tudom miért kellett leszednünk, akkor, amikor a keleti egyházzal akarjuk az egységet, és ez az ikonosztázionnak az utolsó maradványa volt. Hiszen még a nagy francia templomokban látjuk, egy nagy belógatott feszület van itt, egy gerenda, rajta Mária és János, és hatalmas nagy rács. Mert ez a harmadik fok, ez az Úrral való egyesülés foka. De hát kivisszük az elkészült eukarisztiát, tehát így lelkileg így lép be a hívő. Ez egy hatalmas menete is a keresztény életnek. A via purgativa, a megtisztulás útja, via illuminativa, a megvilágosodás útja, hogy a két ambónak kellene lenni, azt elrendelték a zsinat után, de azt nem csináljuk, mert az evangéliumra oda nem léphet fel a Szent Lecke olvasója. Szent Lecke és evangélium. És azok így benyúltak, mert az ige hirdetés és az ige a megvilágosítottak, a már megkeresztelteknek szólt. És az eukarisztiát a szentélybe készítették, és kivitték a hívekhez, tehát így léptek be lelkileg a hívek a szentélybe. Testvérek, hát ezeket nem lehet büntetlenül összezavarni, mert ez a hitnek a mély szerkezete. A misébe is van egy ilyen dolog. Bűnbánattal kezdjük. Aztán Kyrie eleison, az volt az ősi kiáltás, bűnbánati kiáltás, megtisztulás útja. Aztán az olvasmányk és a predikáció, a megvilágosodás. És végül az Úrral való egyesülés, az áldozás. Na most az ősegyház arra nagyon vigyázott,
hogy amíg az illető nem kötelezte el magát egészen Krisztusnak, tehát lassan feladta az életét, a bűneit. Tehát a fiúnak volt keresztapja, a lánynak keresztanyja, és azok nem diszpintyek voltak ott mellette, hanem oda vették magukhoz, és begyakorolták a keresztény életet, mert ha nem teszi, akkor nem lesz megkeresztelve. Például volt egy bűnös parázna kapcsolata, tud-e teljesen szakítani, mert akkor nincs keresztség. Hogy beszél az apjával és az anyjával? Dolgozik-e? Bizonyos mesterségeket nem űz-e? Például bálványszoborokat készít, vagy? Például újságárus és naponta áldozik, és közben pornó újságokat árul. Idegen bűnök millióit követi el? Ez keresztény nem teheti. Tehát ott volt az a nagy szakítás. És amikor ő az életéből a bűnökkel szakítva egyre előbbre haladott, annál többet adtak a hitből. Mert a keresztény tanítást nem lehet csak itt megérteni, mert Isten emberré lett, hogy hozzánk szóljon, micsoda kivetkőzés az Istenségből, akkor nekem ki kell vetkőzni a bűneimből. Egzisztenciális odaadás kell ahhoz, hogy fölfogjam. És ezért az ősegyház a keresztény tanítást azt nem adta ki. Például az oltári szentségről nem beszéltek olyannak, aki azt se tudja, hogy van egy Isten. Miért? Azt mondja, ne dobjátok a kincseket, a sertések elé. Kész. Nem fogja fel. Az nem a másiknak a lenézése, bizonyos szempontból a megbecsülése. Nem tart ott, nem adhatom ezt neki. Visszaél vele. Tehát ezért voltak a templomban rácsok, beavatások sorozata. És hát szellemileg ennek ma is ott kell lenni, nyilván. Tehát ahogyan a hitbe beavatás van, keresztségre készülve, úgy tulajdonképpen a misébe is az egy kicsit lejátszódik. Az Úr Jézus halála és föltámadása jelen van a misében. Mert valahányszor ebből a kenyérből esztek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön, tehát ezzel hirdetjük az ő halálát. A szóbeli prédikáció az csak előkészít erre, illetve ebből vonja le a tanulságot a mindennapi életre. Az Úr Jézus az ő föltámadott testével van jelen, a föltámadt Krisztus van jelen, mintegy megölve. Az áldozati szándékkal. Egyébként is föltámadáskor mindig megmutatta kezét, lábát és oldalát. Visszautalt a keresztre. Azért nagyon fontos jelenések azok, amikor az Úr és az utolsó vacsora termében jelenik meg először, rá egy hétre megint, valószínűleg többször is, és az apostolok mondják, hogy zárt ajtók mellett. Hát azt hiszem eléggé félelmetes volt. És ezt mondja, hogy tapogassatok meg, nem szellem vagyok. A föltámadott, a megdicsőült test, az más viszonyban van ezzel a térrel. Más helyen is megérintheti, és ugyanúgy jelen van ő. Nem kell oda mennie. Ez egy zárt rendszer ez a világ. A föltámadott ebből kilépett. Bemutatta, hogy mi testestül és lelkestül egy ilyen új világba kaptunk meghívást. Ezért van a hiszek egy végén, hogy várom a holtak föltámadását, abban már nem hiszek, hanem et expecto, várom. És abban a teremben, ahol rendelte, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Akkor megértették az apostolok pünkösd után, ja hát akkor a kenyér, meg a bor sem zárt állag a föltámadt Krisztus jelenlétének. A világban való új jelenléte. Egyes teológusok azt mondták, nehéz felfogni, de nagyon szép meglátás, hogy a konszekráció, amikor a Szent Lelket kérjük, hogy Jézusre, ez azonos az ő föltámadásának a pillanatával. Mert az egyszer s mindenkorra megtörtént, tehát most jelen van. Tehát nem úgy, mint a Lázár kihívta Jézus a sírból, és utána aztán újra meg kellett halnia. Jézus nem jött vissza.
hanem látni engedte magát. És a Szent Misében a föltámadás van jelen. Nem is beszél, hogy az áldozással kapcsolatban mit ígér az Úr Jézus, aki ezt hiszen testemes vissza az én véreme, föltámasztom őt az utolsó napon. Tehát amit a hiszek egyben megvallunk, isteni művet, az mind benne van a Szent Misében. Újra eljön dicsőségbe ítélni élőket és holtakat, országának nem lesz vége. Hát a Szent Misében van egy elővételezett ítélet. Az áldozás előtt. Azt mondja a papa magán imádságába, ez már középkorban jelenik meg, de mint attitűd a legelső áldozásoktól kezdve ott van, hogy ne legyen ez az áldozás ítéletemre és kárhozatomra, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Mert azt mondja Szent Pál apostol, valahányszor a kenyeret eszitek, a kájba lisztok az Úr halálát, megeljétek, amíg el nem jön. Ezért, aki méltatlan leszi kenyeret és issza az Úr kájét, az Úr teste és vér ellenvét. Vizsgálja meg teát magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kájből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meghaltak, tudnék lelkileg. És már ez megy nyugaton, hogy gyónás nélkül áldoznak. Ez nem azt jelenti, mint a régi időkben, mindig a végletekben megyünk, így tanulunk. Mindig a végletekben. Gyerekkoromban azt mondták a felnőttek, ugye egy szülőfalomban lelki gyakorlat volt, hogy, és még nem volt akkor esti mise. Meggyóntak, jaj, ösperes úr, áldoztasson meg, hát ha reggelre valamit vétkezek, akkor már nem áldozhatok. Hát ez borzasztó. Tehát így, azt hiszem, így egyben is írták, hogy gyónás áldozás. Most ennek a másik véglete, hogy meg se vizsgálja a lelkét. Amely persze nem egy részleges gyónásra való felkészülés, hanem egy olyan belső tekintet, amelyben azért mindig azt állapítom, hogy tulajdonképpen méltatlan vagyok, de mégis merek menni, talán most nem kell Szent Gyónáshoz mennem. Tehát nem közvetlen kapcsolata van a gyónással, de mélységes kapcsolata van, mert itt ítélet van. Itt én átadom a lelkemet Krisztusnak, hogy te ítéli meg. És az is előfordulat, Newman bíboros ezt nagyon a lelkükre kötött a híveknek, hogyha a szomszédod nem kell fel áldozni és nem megy ki, akkor ne arra gondolj, hogy valami büdös nagy vétket követett el, hanem lehet, hogy olyan kegyelmet kapott, hogy most mélyebben érzi a méltatlanságát, és most nem mer kimenni. És áldozzon meg lelkileg. Ezt elfelejtettük. Hiszen azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó. De már megyek is. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azért az én egész életemet oda teszem Krisztusnak, hogy te ítélj meg engem. És az is előfordulhat, hogy ilyenkor valaki rádöbben arra, hogy most azért nem mehetek, mert tulajdonképpen én súlyos dolgot követtem el. Mert tartom a haragot valakivel. Hát előbb békülj ki. Azt hírlik, hogy a Szentatyánk itt is belenyúl a misébe, hála Istennek, és beszünteti az áldozást előtt ezt a nagy ölelkezés, meg pusziszkodás minden, mert nem oda való. Az áldozás felé egy megrendült készülettel arra, hogy jön Krisztus, az Isten fia, ezt nem lehet megszakítani, hanem oda kéne tenni a római liturgiába, ahol az összes többibe van, a keletibe. Évek, 2-3 éve tartottam egy hetes lelki gyakorlatot a görög katolikus kispapjainknak. Étársa spirituális atyával én is miséztem. Hát külön nem akartam római misét mondani. Ahogy odahozzák a kenyeret és a bort az oltára, rögtön békecsókot ad, mert mielőtt az oltára viszed, békülj ki. Tehát itt lenne a helye. Ott pedig azt a mélységes készületet, hogy jön az Úr, azt nem szabadna meg. Most itt van, ezt tesszük, de tudjuk azt, hogy ez egy nagyon hát szép, néha félelmetes pillanat, máskor vigasztaló, de vizsgálja meg magát az ember, miért ebből a kenyérbe leszik.
nehogy ítéletét és kárhozatát egye és írja. Na most viszont, aki egy életen át áldozik, és elérkezünk az utolsó ítélethez, akkor minket el fognak zavarni az angyalokon, na mit kerestek itt, hát ti átmentetek az ítéletet. Hát mindig kitettétek az életeteket Krisztus elé. Nektek az az ítélet, hogy fel vagytok mentve, hát bocsánatot nyertetek. A Szent Jónásból, mert a Szent Jónás szentsége is a kereszt áldozatból jön. Ilyen kapcsolat is van a mise és a Jónás, a mise és a keresztség között. Hogy a kereszt áldozat szerezte meg nekünk azt, hogy egyáltalán van bűnbocsánat. Tehát valamiképpen átmegyünk az ítéleten. És ebben a legszebb mozzanat az, testvérek, hogy végül is rábízom magamat, mint ahogyan Simon Péter, Simon Jónás fia szeret, jobban szeret, mint ezek, és rávágja, hogy igen. Hát mi már tudjuk azt, a harmadik kérdés után vagyunk, hogy nem ezt kellett volna neki mondani, hanem azt, hogy Uram, én nem tudom, hogy ezek hogy szeretnek, téged nem is érdekel. Én már azt se tudom, hogy szeretlek téged, de ugye te tudod azt, hogy én szeretlek téged. Ez a harmadik válasz. Uram, te mindent tudsz. Mert én már nem tudom. Tehát az a magabiztos Péter, hogy ő büntelen, hogy szereti Krisztus, most elbizonytalanodik, és most történik egy hatalmas fordulat, Krisztusra bízza az egészet. Ez egy más kereszténység. Itt nem ő van a középpontban, hanem Krisztus. Még önmagát sem akarja véglegesen megítélni. Ezért a tridenti szentcsinat, amikor azt mondja, hogy senki sem tudhatja, hogy a kegyelem állapotában van-e, magán kinyilatkoztatás nélkül. Ezzel a szentcsinat nem ijeszgetni akar bennünket, hanem valószínűleg arra rávenni, hogy akár milyen szép életet él valaki, legyen szíves, ne maga ítélje meg magát, hanem bízza csak Krisztusra. Éppen ma püspök úrnál voltam ebéden, és utána egy olyan szép beszélgetés volt, hogy ezek a nagy szentek, Lizői Teréz, Szent Ágoston ugyanazt mondják. De amikor Szent Teréz fölháborodott azon, hogy hát ezek a lelki gyakorlatos atyák, akik jöttek a Kármelben, mindig az, hogy hát sokat megbocsátott neki az Úr, mert nagyon szeretett, hogy a nagy bűnösök aztán végül is milyen nagy szentek lehetnek, stb. Erre azt mondja Teréz, én is nagy bűnös vagyok. Tulajdonképpen egy utcanő, egy elveszett valaki, csak Isten megmentett attól, hogy azokat a bűnöket elkövesse. De az önmagam súlyától én is ott lennék. Ezért esek a legnagyobb papi fájdalom, ennyit szabad mondani a gyónásban. Atya, ekkor meg ekkor gyóntam, semmi bűnöm nincs. Olyan méreg fog el. És közben kikészíti a családját. A fiát nem szüli meg másodszor, hanem elveszi a feleségétől. Poklót csinál, és nincs bűnöm. Ezek az önámítók. Ezért kell, hogy Isten egy olyan eseményt tegyen, akkor Isten nem csapja be, nem veri, hogy olyan, hogy megrázza kegyetlenül, hogy most gondolkodj. És a Szent Ágoston, aki viszont nagyon sok bűnt elkövetett a keresztség előtt, tévelgett, a vallomások könyveibe leírja, és egyszer csak odaér, ugyanazt mondja, mint Teréz, most pedig, Uram, megvallanám neked azokat a bűnöket, amelyeket sohasem követtem el, mert a te irgalmad megmentett tőle. Úgyhogy a nagy szentek úgy érezték, hogy azokkal, az elvetemült gonosztevőkkel, akiket mi elítélünk, tulajdonképpen rokonok. Csak Isten megmentett bennünket. Akkor is értettem meg ezt jobban, amikor egy Kossuth Rádió műsorban bemutatkozik egy asszony, hogy Gabi vagyok, 45 éves alkoholista. Mondja az
Riporter asszonya már 10 éve már nem ivott, attól én még alkoholista vagyok. Tehát attól, hogy én bizonyos bűnöket nem követtem el, az Úristen megóvott, azért azt önmagam súlyától ugyanott lennék. Tehát senki sem teheti magát igazzá, hanem ezt az egész ügyet, az én üdvösségem ügyét, Uram, én ezt nem tudom, én kisebb dolgokkal foglalkozok, többet nem te ítélj meg engem. Olyan szép volt a régi misében, most tanulom is vissza, hogy tudjak a régi misét is mondani, amikor azt mondja a pap, judicame Deus et discerne causam meam de gentem sancta. Ítélj meg engem, Isten! Ezzel megy az oltárhoz. De különböztesd meg ügyemet a szentségtelen néptől, akik nem hisznek benned. De ítélj meg engem. És hát tele van megrendítő, a papot megrendítő módon előkészíti a misére. Tehát ha híveket sikerült bekapcsolni a misébe, a papot meg kikapcsoltuk. Az a lépcsőim, a felajánlás. Hihetetlen. Az egész pap egy merő alázat kell, hogy legyen, mire az oltárhoz lép. Akkor jobb lábba kell fölépni az oltár, mert mindig páratlan. És mire odaír el kell menni, auferra nobis quesumus domine iniquitatis, vedd el, Uram, a bűneimet tőled, hogy a szentek szentjébe méltó legyek tisztán belépni. Az evangélium előtti könyörgések, megrendítő. És pontosan egy ajándékra akkor vagyok alkalmas, ha nem vagyok rá méltó. Olyan értelemben, hogy az nekem kijár az áldozás. Tehát azért így is összefüggnek a dolgok. Testvérek, biztos, hogy az áldozónak, erről holnap majd beszélek, az oda kell elveszetni a katolikus ifjúságot, hogy gyakran áldoz. Ez a szint a keresztény szint. Alatta lehet lavírozni párhuzamosan, hinni, templomba járok, megállok ott hátul, én azért hiszek, de tart szeretőt mondjuk. Aztán nagyokat csal, meg lopott, meg nem tudom én, de hát azért magában meg is bánja, de ő azért katolikus. Na most az áldozás az a szint, hogy itt nem lehet a kettőt együtt csinálni. Tehát, hogy egy szakítás és az Úrhoz való tartozás véglegesen. Tehát itt fordul át a keresztény élet, ez a harmadik, a holnapi beszédem. Nem a 10 parancsolat, az az Ószövetség, az érvényben van, de fölé kell emelkedni. A Krisztustól megragadott ember. És hát azt mondjuk, hogy az örök életben hiszek. Hát a szentmisébe elkezdődik az örök élet. Most még csak arra, hogy hiszek a Szentlélekbe, Urunkban, éltetőnben, aki az Atyától és a Fiútól származik, kit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Milyen szép, hogy éltetőnk a lélek. Ez egy olyan anyai vonás. Nagyobb szent lelkes pillanat a Földön nincs, mint az áldozás. Az a legnagyobb pünkösd. A nyelveken való beszéd semmi. Semmi, nulla hozzá. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszőt. Rá leszünk újra, ültetve a szőlőtőkére, akinek a gyökerei az Atyaistenben nyúlanak, és ugyanazok a nedvek keringenek bennünk, ugyanaz a Szentlélek, aki Krisztusban. A legnagyobb pünkösd, a lélek kiárasztása. A lélek pedig azt akarja, ott legyünk, ahogy a Fiúisten van, az ő fiúságából részesít. Hogy azt mondhassuk az Atyának, hogy Atyám, Krisztussal együtt mondhassuk. Mi hát félelmetes misztérium. Elment az időnk, arra egy külön, ezt is csak össze kellett csapnom persze, hogy hiszek az egy szent katolikus anyaszent egyházba. Testvérek, azt mondja Szent Ágoston, a kenyérrel, amely az oltáron van, azt mondjuk, hogy Krisztus teste. De mi magunkra is azt mondjuk, hogy Krisztus teste vagyunk Szent Pál óta. Az egyház is Krisztus teste. Tehát az eukarisztia valósítja meg az egyházat, belőle él az egyház. Az utolsó vacsorának a legszebb utolsó üzenete. Egy szent katolikus apostoli. Mit jelentenek ezek a jelzők? Mind a misébe valósul meg.
Egyébként hol látható az egyház? Vannak vallási gyülekezeteink, ott is talán látható, de nem egészen. Ahol egy apostol utód, a püspök, a papokkal, a diákonusokkal, a hívekkel, a konszekrált ostya és a bor körül ott van, és belőle táplálkozik. Most látható az egyház, itt valósul meg, majd aztán feloszlunk, mindenki megy a maga hivatásába, és ott éli ezt tovább, de az eukarisztia, a dobogó szíve az anyaszent egyháznak. És ez valósítja meg az egységet. Persze ez az egység olyan, hogy minél inkább zárt, minél inkább hívő, annál inkább fog majd sugározni kifelé. És ez a többiért van, minden emberért van. Az a katolicitás, hogy egyetemes az egyház, az pedig azt jelenti, hogy az egész emberiségnek az összegyűjtő helye. Mert senki sem tud kitalálni mélyebb, egységesítő elvet sem, mint az, hogy Isten emberré lett. Tehát akkor nekem a másik ember az így, testvérem, Krisztusban. Tehát tehát egy egyház gyűlölő csoportot képzeljünk el. Nem könnyű, mert nem nehéz, mert van ilyen. Most azok ketten, elvtársak, nem tartoznak úgy egymáshoz, mint én, ahogy ő hozzájuk, meg ő hozzám. Mert őket csak egy bizonyos felületes elv köti össze, minket pedig az, hogy mindannyiunkért emberré lett az Isten fia, sőt, mindannyiunkért meghalt. Tehát a katolicitás azt jelenti, hogy az Istentől elszakadt és széthullott emberiséget csak itt lehet összegyűjteni. A más vallásokban nincs ilyen mély elv. Ez a legmélyebb, ennél nagyobbat nem lehet elképzelni. Ez egy katolikus, minden embert meghív. Az emberiségnek egy új egysége. És apostoli. Ez nem csak azt jelenti, hogy az apostoli tanítást őrizzük, hanem a szent misénk lényegében ugyanolyan, mint az apostolok miséje. Ezért tért meg, ezért lett katolikussá, ahogy mondom, többek között Newman bíboros, aki anglikán pap volt. De az anglikán egyház már protestantizálódott, és vannak olyan részek, ahol csak jelképnek tartják. És nincs felszentelt pap. Na most nagyobb szentek lehetnek ott, mint mi, és előbb üdvözülhetnek, mert meg vannak keresztelve, de akkor sem mi se. Az úrvacsora az nem mi se. Szigorúan tilos áldozni, mert akkor lenézem őket, és összekeverem a dolgokat. Ezt a szakadékot én nem léphetem át. Ezért csak imádkozni kell, hogy könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ezt mi megtettük az egyházban. Mind a két fél hibás elszakadás bejött. De ezt nem lehet, mert más a véleményük. Nincs felszentelt pap, nincs konszekráció, nem szent mise. Nem vehetek részt benne. És Newman azt mondja, hogy ahogyan ma a katolikus egyház misézik, vagy az ortodox bármelyik ritusban, ahol felszentelt pap van, onnét vissza lehet menni az utolsó vacsorához, hogy ez az én testem, ez az én vérem. De abból, hogy ez csak jelkép, nem lehet visszamenni az utolsó vacsorához. Az is igaz, hogy az utolsó vacsora után egy órára nem volt kész a misekönyv. Tehát azt mondja Newman, hogy egy szerves fejlődés van. Ahogy benned ott van az 5 éves kislány, vagy az 5 éves kisfiú. Ha azt kioperálnánk, akkor abnormális ember lennénk. Tehát van egy szerves fejlődés az egyházban, minden korba rárakodik a misére, stb. Ezt mindig le fogja vetni az egyház. És marad a lényeg. És az az érdekes, hogy több rítus van, de a mély struktúrája, szerkezete mindegyiknek ugyanaz, és az apostoli egyház őrzi, ahol apostol utód van, tehát felszentelt püspök, szentelhet csak föl papot, és csak pap konszekrálat hívő nem. Ez nem hatalom, hanem képesség. Ha hatalomként gyakoroljuk, akkor baj van, mert akkor a nők megirigylik. Bocsánat, a szülés is képesség. Ez a férfi nem teheti meg. De ha hatalomként teszed, ha emiatt a család körülötted forog csak, hát akkor az már megromlott. Azt mondja de Courte Bible is, hogy tulajdonképpen nem pouvoir, nem hatalom, hanem capacité. A szentelésben egy képességet kapott,
a keresztény egyháznak a szolgálatába, hogy ő konszekrálhat. Ez nem méltóság, hát az is, ahhoz fel kellene nőni, hanem egy képesség, amit kapott. Például az, hogy ugye a hatalmat így kell értelni, a papi hatalmat, hogy hat, én megmoshatlak, mondja édesanyja kicsinek. Hát persze a hát az egy változata, ugye a hat hát. Tehát az a hatalom, hogy én valamit meg tudok érte tenni. Ezért például a pap magát nem oldozhatja fel. Ő épp olyan hívő, elmegy egy másik paphoz, hogy feloldozhassa. Tulajdonképpen, hát a pap csak azért áldozik, mert akkor nem lenne teljes a mise, ha senki se áldozna. Tehát valakinek mindig áldoznia kell, és azért magát megáldoztatja. De például azért ő nem áldoztathatja meg magát, hogy kiveszi az oltári szentséget napközben, és megáldozik. Tehát a pap is hívő, és hát kicsit elkanyarodtam, de imádkozzatok értünk. Bajok vannak velünk, papságban. Annyit nyafognak a kedves hívek, hogy hát, főleg a pestiek, lelkiatyák nincsenek, stb., dehogy nem. Egy tucat ott van Budapestnél, és egyik másik szentebb, meg jobb, mint amit el lehet képzelni. És mindenütt ott vannak, minden lelki gyakorlatomon már idegesítenek, mert én annyi lelki gyakorlaton nem tudok részt venni. Ez nem az én lelki gyakorlatom, az volt, amikor megírtam. Tehát mikor nyafognak, hogy nincs lelki, a papoknak nincs lelki atyuk. Itt van a baj. Ő önmagát nem vezetheti. Tehát nem hatalom ez, hanem képesség a másikért. Igen. És hát a hiszek egynek az első szava, hogy krédó, a Szent Atya elmélkedik el, azt jelenti, hogy nem csak elhiszek bizonyos igazságokat, hanem döntöttem a létezés értelme mellett. Nagy döntés. És az ámen ugyanazt mondja héberül. Ezért ne helyettesítsük, mert az az Úr Jézusnak a nyelvén van azért az ámen. Elterjedt Erdélybe, hogy Krisztus teste, hiszem, nem mondja. Ámen. Ez van előírva. És tanulja meg, hogy ez ugyanazt jelenti, csak Jézus anyanyelvén. Mindezt elfogadom. Belépek egy értelmes világba. És ezzel fejeződik be a Szent Mise. Ámen. Köszönöm a figyelmet. Hogy Szent Ferenc atyának az imájával köszönjünk el az oltári szentségtől. Imádunk téged, legszentelünk Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomban, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Boldog húsvétot kívánok mindenkinek!